Ma érkezik Budapestre a kínai elnök Xi Jinping, Sulyog Tamás köztársasági elnökkel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyal majd. A megbeszélések középpontjában a gazdasági kapcsolatok további erősítése lesz. Mintegy másfél tucat megállapodást biztosan alá fognak írni. Vitályos Eszter kormányszóvivő tegnap azt mondta, Kína 2023-ban Magyarország 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. A kínai államfő utoljára 20 évvel ezelőtt járt Magyarországon. Szerbiában tárgyal ma napközben a kínai elnök. Xi Jinping a belgrádi egyeztetést követően érkezik ma este Budapestre. Péntekig tartó magyarországi látogatásán fogadja Sulyog Tamás köztársasági elnök, és tárgyal Orbán Viktor miniszterelnökkel is. A tárgyalások egyik fő témája a gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz. Magyarországnak Kína az Európán kívüli első kereskedelmi partnere, emelte ki a kormány szóvivő. Vitályos Eszter hozzátette, hazánk a továbbiakban is nyitott a kínai befektetésekre, és egyedülállóan kedvező gazdasági környezettel várja a befektetőket. Ennek kapcsán hangsúlyozta, a kínai elnök budapesti látogatásának középpontjában a gazdasági kérdések állnak. A látogatás során mintegy másfél tucat megállapodást már biztosan alá fognak írni a felek, további megállapodásokról még egyeztetés folyik. Ezek között kiemelkedő jelentősége van annak, amely az egy övezet, egy út kínai programhoz kapcsolódó esetleges magyarországi infrastruktúrális fejlesztéseket tartalmazza, amelyek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek. Emlékeztetett, 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában. Magyarország egy nagyon jó földrajzi ponton van, nagyon közel a német gazdasághoz. Kína külföldi befektetései közül a németországiak a legnagyobbak, és mivel a magyar gazdaság sok szálon kapcsolódik a német iparhoz, ezért vonzó beruházási célpont Kína számára. Erről beszélt Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője a Kossuth Rádióban. Jó helyen vagyunk, nyitottak vagyunk Kína felé, nem utasítjuk el őket, nem tartunk nekik különféle leckéket, mint egyes európai országok. Realisták vagyunk. Hozzátette, Európának is realistán kellene viszonyulni a Kínához, hiszen az együttműködés rendkívül jövedelmező lehet az unió számára. Szerinte nem szabad elvesztegetni a lehetőséget azért, mert az Amerikai Egyesült Államok ezt várja el Európától, mert komoly vetélytársat lát az ázsiai nagyhatalomban.